Pap János tervezővel állok itt a Deluxe Fashion 2011-es bemutatójának backstage-ében. Üdvözöllek téged! Hát az első kérdésem, hogy én teljesen meglepődtem, hogy egy úriember és ilyen varázslatos fűzőkkel ajándékozott meg minket, én teljesen elaláltam, imádom a fűzőket. Mesélj nekünk arról, hogy jutottál el a női fűzők? Sziasztok! Igazából ez egy nagyon hosszú és véletlenek sorozatából állt össze. Értettem valamennyire a bőrrel való munkához, és volt egy barátném, aki teljesen oda volt a fűzőkér, és ő kért meg, hogy készítsek neki egyet. És annyira nagy sikere lett az ismerősi körben, hogy utána ez így a véletlenek sorozata folyamán így kialakult egy ilyen hobbi ebből, és akkor utána pedig egy ilyen üzletág, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen munkaforma. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ezeket a darabokat meg is vásárolhatják azok, akik érdeklődnek. Természetesen én 8 éve foglalkozok egyedi méretre készített fűzők gyártásával. A következő kérdésem az lenne, hogy milyen érzés volt olyan nagy, ismert nevekkel együtt szerepelni, mint Király Tamás, Léber Barbara? Király Tamással már volt közös bemutatónk 3 évvel ezelőtt, Léber Barbarával még nem, de mindenképpen egy felemelő érzés volt, főleg ilyen környezetben bemutatót tartani. Én úgy vettem észre, hogy a hölgyek leginkább a pin-up darabnál sóhajtottak fel. Nem tudom, tudod, de melyikről beszélek, ami kicsit ilyen rock and roll-os, pin-up mintás, cseresznyés. Igen, mindenképpen a pin-up világa ihlette meg azt a fűzőt. Az egy speciális technológiával nyomtatott borjúbőr anyagból készített fűző, hozzáillő cipővel, és ezeket mind egyedileg készítjük, tehát nincs két egyforma darab, tehát nincs két azonos mintájú, két elrendezésű fűző belőle. Ha valaki szeretne tőletek fűzőt vásárolni, akkor rá méretre készítitek el, vagy vannak már kész darabok is, amikből lehet válogatni? Van egy mintakollekciónk, amiket föl lehet próbálni, akár meg is lehet vásárolni, de főleg egyedileg méret után, egyedi igények alapján teljesen személyre szabva készítjük el. Még ami számomra extázis volt, azok a cipők. Kiktől szereztétek ezeket a csodálatos lábbeliket? Ocean Shoes-tól szereztük, ez Tündik Tíme a tervezése, aki kivonult velem a végén a kifutón, ő a megálmodója és elkészítője a cipőknek. Ezeket a cipőket is meg lehet vásárolni? Természetesen, tőle is lehet rendelni, ezek is egyedi kézzel készített darabok, és egyedi lábméret után húzzák kaptafára a bőrt. A másik, amin fennakadhatott a hölgyek szeme, azok a szörmék voltak. Ezeket a csodálatos darabokat kiktől sikerült beszerezni? Ezt a Forever nevezetű magyar szörmegyárból kaptuk kölcsön, illetve a bemutató erejéig, és velük többször volt már közös együttműködés, illetve szoktunk alapanyagot is beszerezni tőlük, bőröket, szörméket, és nagyon-nagyon minőségi, nagyon szép darabok. Igen, köszönöm szépen az interjút, és hát teljesen extázisba estem, nem is tudok szóhoz jutni, annyira szép fűzőket láttam, úgyhogy valószínűleg én is vendégetek leszek valamikor. Köszönöm szépen!